Ez a videó sem egy tipikusan külföldre rendelt teszt a portékákat illetően, hanem inkább egy bemutató. Korábbi videómban említettem, hogy még kell egy termék a projektemhez. Nos, ez megjött. Ez egy úgynevezett kapton szalag, vagy kapton, nem tudom minek, hogy ejti pontosan. Lényeg az, hogy ez egy 8 mm szélességű, és 33 méter hosszú, tehát el lehet képzelni, milyen kis vékony anyag. Ez egy öntapadós, speciális műanyag szalag, ami elektromosan és termikusan szigetel, tehát nem vezet sem áramot, sem hőt. Most itt rákerestem az interneten, igaz, hogy az 10 mm széles, és az azt írja, hogy mínusz 269-től plusz 400 fokig hőálló, szigetel, nem vezet hőt sem. Ez egy öntapadós szalag, majd meg fogom mutatni, hogy milyen projektemhez kell, most attól függően, hogy az működik vagy nem működik, majd be fogom mutatni, de ma már nem, mert arra nincs időm, hogy még azt is megcsináljam. Holnap vagy holnap után majd bemutatásra kerül. Tehát a lényeg az, hogy amit elterveztem, ahhoz vagy egy ilyen kaptonszalag szükségeltetik, nem nagy mennyiség kell belőle egyébként. Ja, hozzáteszem az ára. 245 forint volt az eBay-ről rendelve. Ugyanakkor ez a 10 mm széles és szintén 33 méter hosszú, mint ez, az pedig bruttó 1935 forint. Hát jól látszik, hogy majdnem 10-szeres áron mérik. Igaz, hogy 2 mm-re szélesebb, mint ez, de azért nem hinném, hogy közel 10-szer annyi árat ér. Ehelyett, a szalag helyett használható lett volna ilyen, itt látható, ilyen kis valami üvegszálas, ez is egy szigetelő anyag, és ez is egy ilyen magas hőállóságú. Lehetett volna rendelni az eBay-ről ilyet is, de ez sokkal olcsó volt, ez a kaptonszalag, és úgy gondolom, hogy a eltervezett projekthez, a elképzelésemnek ez is meg fog felelni, úgyhogy ezzel fogom megpróbálni azt, amit elterveztem, és majd a később azt is be fogom mutatni. Akkor is, ha működik, akkor is, ha nem.